Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a valódi bűnesetek. A mai rész kicsit összetettebb lesz. Lesz szó egy megoldatlan gyilkosságról, vagyis hát elvileg meg van oldva. Elvileg egy kettős gyilkosságról van szó, vagyis hát egy gyilkosságról és egy öngyilkosságról. Azonban később, majdnem 50 év elteltével, azt feltételezik, hogy ez nem ennyire úgymond egyszerű ez a történet, hanem ezt az esetet egy sorozatgyilkos követte el, mert a sorozatgyilkos ő, különféle házaspárokat vagy testvérpárokat ölt meg, és nagyon gyanítják, hogy ez a sorozatgyilkos John William Cooper ölte meg azt a testvérpárt is, akiről ma szó lesz. Tehát egy picit megismerkedünk a sorozatgyilkosnak a, az eseteivel, amit biztosan hozzá lehet kötni, amit felszettek, és amiatt el is ítélték ezt a férfit. És ugye megismerkedünk a testvérpárnak a különös halálával is. És az esetet, hogy kibonyolította le a testvérpárnál, hogy miért nem hiszik azt, hogy ez egy gyilkosság, öngyilkosság volt, tehát ennek járunk a mélyére és A végén majd rátok hagyom, hogy eldöntsétek, hogy szerintetek mi is az igazság. Azt tudjuk, hogy mik a tények, hogy ki, hogy miért lett elítélve, na de ez mind még kérdéses. Annyit még az elején, hogy ezt a videó is 18 éven felülieknek ajánlott. Tehát akkor kezdjük a sorozatgyilkossal. Ki ő? Miért ölt? Miért ölt többeket meg? És ami a legfurcsább, hogy ő ezt úgy tette, hogy neki, ha úgy él, ahogy, nem is kellett volna megtenni, hiszen ő nyert is pénzt, nagyon nagy összeget. Mai árfolyamban, vagy mai ö, átváltásban nézve 500 000 fontot nyert. Azt ö, megnézhetitek jelenlegi árfolyamon, hogy hány millió forint. A lényeg az, hogy ő nyert pénzt ö, volt TV vetélkedőben is. Az a baj, hogy ez a pénzt nyeremény vitte őt a rossz útra. Úgyhogy nem mindenkinek való a gazdagság. John William Cooper 1944-ben született. Vesben, és mezőgazdasági munkákat vállalt különféle farmokon. 1978-ban nyerte meg ezt a nagy nyereményt, amiről már szó volt. Akkor nyert 90 ezer fontot, ami mondom most 500 ezer fontot érne. És nyert még egy autót is, ami akkor olyan 4 ezer font körül volt. Tehát nagyon jó autót nyert, nagyon sok pénzt. De hát ő mire költötte? ő nem tanulta meg kezelni a pénzt, és ezért elkezdett inni és drogozni. Így ez a pénz nagyon gyorsan kezdett elúszni. Állandóan csak bárokban látták, vagy kaszinókban a férfit. Ugyanúgy járt, mint az az angol, akiről szintén volt már szó a csatornámon, aki lottót nyert, ugye lottó lautnak is hívják a férfit, aki több millió fontot három év alatt el porcukrozott, és különféle nőkre költötte, hogy így szépen fejeznem ki magam. Három év alatt sikerült neki eltapsolni a pénzt, és utána visszament, kukásként dolgozik azóta, legalábbis utolsó információm szerint. Tehát tényleg nem mindig azokhoz kerül a pénz, aki, aki tényleg tudna azt kezelni. Ez az eset a lottó nyertes, lottóvesztesek, azt hiszem ez a címe, leírásban ott lesz, ha érdekeltitek ez az eset is. Tehát visszatérünk Johnhoz, John, John megnyerte a, a pénzt, elitta, eldrogozta, kellett neki újabb pénz. Ilyenkor már nem elég az, hogy elmész dolgozni farmokon és különféle mezőgazdasági munkákat végzel, mert az leginkább csak a létfenntartáshoz elég. Na de az új szokásokat meg akarta tartani, és ehhez elkezdett betöréseket végrehajtani. Az ő betörései erőszakosak voltak ha valaki véletlenül hazajött, akkor azokat megtámadta. 1985. december 22-én egy három emeletes házat vett célba a férfi. Ez Coveston Parkban volt, és megölte Richard és Helen Thomas testvérpárt. Betört, rabolt, gyilkolt, majd fölégette ezt a parasztházat. A férfi megúszta ezt. Legalábbis akkor még megúszta. 1989 május 28-án jelentkezett egy showba is. Ez is fontos lesz a későbbiekben, ez a, a TV felvétel. Ez volt tehát 89. májusában, majd 1989. júniusában, június 29-én megtámadt egy házas párt. Ő volt Peter és Gwenda Dixon. Ők az utolsó estéket törtötték ezen a nyaralóhelyen. Éppen sétáltak le egy ösvényen a tengerpartra. Ez volt az utolsó esti sétájuk, amikor is megtámadt őket John. A bankkártyájukat elvette, és követelte tőlük a PIN kódot. Ezt meg is adták. A férfi hogy összesen 300 fontot rabolt ettől a házaspártól, de mivel látták az ő arcát, ezért fogta a sörétes puskájával, és mind a kettőt közelről fejbelőtte. Úgyhogy a házaspárt ott az ösvényen ölte meg 300 Fontért. És mi a furcsa, hogy 85-ben megöli a testvérpát, 89 májusában elmegy egy tévésóba, és utána simán, következő hónapban meg ugyanúgy gyilkolt. Tehát neki szerintem nem volt félelem hogy lebukik, mert annyira nyilvánosan élte az életét. Ez nagyon furcsa. Ez is számomra. 1996-ban 5 tinédzsert támadt meg. Ők egy csapatban voltak, és mind az ötöt megtámadta. Mivel fegyvere volt, ez így úgymond nem volt nehéz. Meg is erőszakolt egy 16 éves lányt, és egy 15 éves lányt pedig szexuálisan zaklatott. 1998-ig 30 betörést és egy fegyveres rablást követett ezeken felül, ugye a gyilkosságokon és a szexuális támadásokon felül. 1998-ban el is kapták, és 14 évre ítélték el rablásért és betörésért. 2009. januárjában pedig szabadult is a férfi. Tehát 14 évet kapott, nem ült annyit, és ekkor még nem tudták az ő gyilkosságait. Csak a rablás és betörés miatt ítélték el. Legalábbis eddig. Tehát 2009. januárjában szabadul, majd 2009. áprilisában, mivel a törvényszéki tudomány is fokozatosan fejlődik, ezért mire a férfi kijött, addigra már tudtak magabiztosabban mintát venni, a DNS tesztet elvégezni. Cooper sörétes fegyverét is tudták azonosítani a gyilkos fegyverként, amit használt a tengerparti sétánynál, amikor megölt a házaspárt. Lényeg az, hogy mindenféle DNS-tesztet elvégeztek, 2009 áprilisában kezdték ezeket, és 2011-ben a férfit pedig el is ítélték. Minden egy gyilkosságban sikerült a férfit azonosítani, mint elkövetőt. Azt mondtam, hogy a férfi, amikor szerepelt a tévében, hogy az fontos. Azért volt fontos, mert az ottani felvételeket használták fel, amikor keresték egy ilyen rajz alapján a tettest, és ugye a férfiról pedig ott volt a videófelvétel, tehát azt tudták motogatni a szemtanuknak, hogy kit láttak esetleg annak aki ne ösvényen, és ez segített elkapni a férfit. Úgyhogy hogy annak idején nem jelentkezik ebbe a tévésóba, lehet, hogy megúszta az egészet. Amúgy, amikor elítélték a négy gyilkosságért, akkor a bíró azt mondta, hogy ő nagyon gonosz, nagyon kegyetlen, és úgy kap életfogytiglant, hogy nem jöhet ki. Nincs az, hogy le eltrék 25 év, és kérheti a feltételes szabad ez nincs. Ott kell bent, <laughs> majd nem mondtam, hogy. Tehát ott kell bent maradni a börtönben, és élve ő már onnan nem jöhet ki. Azt is mondtam, hogy ugye ő erőszakos volt, hogyha ha a rablás közben valaki tetten élt, akkor ő rögtön durván, erőszakosan reagált. 40-41 éves volt, amikor 85-ben betört a három emeletes parasztházba. Nagyon sokan azt mondják, hogy ha valaki sorozatgyilkos, az nem 40 évesen kezdi el, hanem már előtte is vannak esetek. Ha nem is kettős gyilkos, de egy embernek a gyilkossága minimum kellett, hogy legyen. És furcsának, hogy hogy, 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 csak, csak 40 évesen kezdi el. És ezért kötötték hozzá, Flo Evans halálát is a férfihez. Flo Evans egy 72 éves özvegyasszony volt. John sokszor dolgozott a nőnek a birtokán. Ugye, mint mondtam, hogy mezőgazdasági munkákat végzett. Johnnak a felesége is ismerte Flo-t. Nem csak egy munkadó volt. Ha már John és annak a felesége is ismeri ezt a nőt, akkor szorosabb kapcsolat kellett, hogy legyen. Ez a nő közel lakott Johnhoz is, és pár mérföldre, pár kilométerre lakott az 1985-ben felégetett parasztháztól. Tehát ez az egész egy környéken volt, és úgyhogy John is ott lakott. És lényeg az, hogy Float egyszer felöltözve megtalálták a fürdőkádban, megfulladva. A fürdőkád félig fel volt öntve hideg vízzel, a nő pedig felöltözve benne volt a fürdőkádban. Ezt az esetet annak idején azt mondták, hogy ez úgy történhetett, hogy a nő megbotlott, bevert a fejét, ugye elájult, úgy esett bele ebbe a félig felengedett fürdőkádba és megfulladt. A család azért is gondolja, hogy ez nem így lehetett, mert Flo általában mosakodott vagy zuhanyzott, nem a fürdőkádat használta, nem fürdött effektív és nem is volt begyújtva. Ez hozzá kellett volna készülni, és ez nem volt meg. Nem volt fa bekészítve. Valószínűleg nem égkideg vízbe akart fló fürödni, úgyhogy ez már kettő, hogy se nem volt fa, hogy meleg víz legyen, se nem volt fló szokásai között az, hogy fürdőkádban fürödjön. Ez az egész nagyon furcsa volt, teljesen felöltözve, engedgeti meg magának a vizet, úgy, hogy még be sincs gyújtva. Tehát ezt ő, a család azért így kizárta volna, hogy, hogy ez, ez megtörténjen. Ami a deplán, hogy a halál előtt pár nappal már jelezte a családjának, hogy elvesztette a ház kulcsát. Amikor rátaláltak a nőre, akkor pedig a bejárati ajtó be volt zárva. Hogy lehetett bezárva, hogyha nem volt meg a kulcs? Ha csak nem valaki ellopta azt a kulcsot, hogy flóházát vagy használja valamire, vagy onnan raboljon valamit. Ez is gyanús volt akkor el is tűntek. Készpénz is tűnt el. Eltűnt a nő sörétes puskája, és még különféle vagyontárgyak tűntek el az otthonból. Ez az eset amúgy nem sokkal azután történt, hogy John megölte 1989-ben a házas párt ezen a tengerparti ösvényen. Úgyhogy ez is nagyon hasonlít a férfinak a munkásságához, és ugye ez a sörétes puska is nagyon hasonlít ahhoz, amit John használt. Úgyhogy lehet, hogy a kettő ugyanaz volt. Ezen az ugyanis is nyomoztak a rendőrök, de nem tudták végül is hozzá kötni Johnhoz, csak feltételezések vannak. Aztán ott van Harry és Megan Tooth megyilkolása. Ez egy nagyon híres, hírhet ügy. Ezt is John Cooperhez kötötték, ezt sem tudták megoldani. Nagyon furcsa ez az eset. Ők egy házaspár voltak, a 60-as években jártak. Mind a kettőt fejlődték, és a tehén rejtették el a holtesteiket, egy szőnyeget terítettek rájuk, és ez is John Raval. Azt is az esethez kötötték, hogy ugye John Cooper jellegzetes elkövetésnek mondja, hogy sörétes puskával lövi fejbe, lövi arcon az áldozatokat. Ennél az esetnél is így a házas így ölték meg nagyon kevés sörítés puskával elkövetett gyilkosság történt, és tudták, hogy John Cooper így van, úgyhogy ezért kötötték még ezt az esetet is John Cooperhez. És akkor elérkezünk Griff és Patty Thomas esetéhez. Egy testvérpár volt, és majd egy picit bővebben kifejtem, hogy ez a testvérpár, nem százszerzelékosan élt harmonikus kapcsolatban, hiszen egyiküknek sem volt saját családja. Griff nem nősült, mert Peti nem ment férhez, nem voltak gyerekeik, unokái, stb. Világéletükben ott éltek, oda születtek, és ott is hagytak meg. Tehát, hogyha együtt élsz valakivel, a testvéreddel is akár, azért ott vannak surlódások, de egy nagyon erős köteléknek is kell lenni, hiszen egymásra vannak utalva, és a 70-es években jártak. Az apjuk maradt már csak nekik, az anyjuk korábban meghalt, az apjuk pedig akkor halt meg, amikor a testvérpár a 60-as években járt. Már az is jó régen volt, tehát nem az volt, hogy valaki ott meghal a családban, és akkor a testvérpár egymásnak ugrik. Meghalt az apuka, és ők még mindig ugyanott maradtak évekig. Elég jól ment ott a, a farmal az élet, volt pénzük, volt nyugdíjuk, a régi szokás szerint ugye ők otthon tárolták a pénzt. Elvileg petty volt az aki kezelte a pénzt, és próbálta Griffet picit így visszahúzni, hogy ne költsön annyit, és mindig Petitől kellett pénzt kérni. Ez egy adott okot. Griff pedig, hát egy olyan ember volt, aki azt mondják, hogy nagyon szelid ember volt, ő csak ilyen templomba járós férfi volt, és az ügyben, amúgy később az ügyben nyomozó, azt hitte, hogy ha valaki csak templomba jár, akkor nem beszélget senkivel, hanem csak elmegy a templomba és hazamegy. És mivel nem verszi volt, azért nem értette, hogy itt arra gondolnak, hogy igen, jár templomba, de a templomban történt minden, ott beszéltek, meg minden helyi ügyet, a közösség ott élte a Hát a közösség életet, tehát itt nem csak a hitről szólt az egész, hanem a közösség élet a templomban zajlott. De mivel ezt a nyomozó nem tudta, ő azt hitte, hogy nem állt szoba senkivel ez a férfi, hanem csak egy, egy magányos öregember volt, aki rá volt szorulva a nővére segítségére. Lehet, hogy egy picit előre szaladtam, de a lényeg az, hogy, hogy a nyomozásban sok olyan aspektus van, ami talán egy helyi rendőr nyomoz, akkor, akkor más megvilágítást kap az eset. Ez a testvérpár egy napon ugye meghalt. A nőt egy tompa tárgyal ütötték le. Abba halt bele. A férfit pedig nem mondom, hogy felgyújtották. A nyomozás azt mondta, hogy Griff megölte a testvérét, Petit, majd saját magát is felgyújtotta. Ezért történt gyilkosság, öngyilkosság. Az a furcsa, hogy nagyon sok ellentmondás van, nem hiszik, hogy ez így történt, nem hiszik, hogy Griff megölte volna a testvérét, és mindjárt kitérek arra, hogy milyen ellentmondások vannak, hogy miért nem lehetett a Griff a gyilkos. És ezt az esetet is John Cooperhez kötik. Ez az eset 1976. decemberében történt. Ez a, hát vagy gyilkosság, vagy gyilkosság, öngyilkosság. Majd mindjárt eldöntitek ti magatok, hogy ti miben hisztek. Lényeg az, hogy 76. december, tehát akkor volt a férfi 32 év körül. És ugye mondtam, hogy nem tartják valószínűleg, hogy 40 évesen kezd el valaki ölni, hanem már korábban is lehettek esetei. És itt van ez, 76. decemberre közel van a John Cooper áldozatainak házához, ennek a testvérpárnak a farmja. Már eleve környéken van. Nagyon furcsa az egész. Betörésnek gondolták mások ezt az egészet. Lehet, hogy John Cooper tette ezt. És azért mutattam belőle be John cooper hogy lássátok, hogy talán ő tette. Ő volt az, aki betört. És őt lephette meg esetleg ez a testvérpár. És ezért fajult el ennyire ez az egész, hogy mind a kettőnek meg kellett halni. És az, hogy a testvérpár él magának, növényeket termesztenek, állatbarátok és 70 valahány évesek, aztán egyszer csak Griff meg, megbalandul és megöli a testvérét. Meg magát. Ilyen módon. Tehát ezt, ezt nem tartják. Valószínűleg azt inkább, hogy John, John tehette. Az öregek meglepték őt is, ez volt rá a válasz. Ismerjük meg akkor a két kis öreget, a testvérpát, akik a házban, a farmon laktak, hogy kik voltak ők. Tényleg Peti annyira szűkmarkú volt, vagy Griff szeretett volna annyit költeni, akkor jöjjön az ő esetük. Peti Márta Méri Thomas néven született, de mindenki Pettinek hívta őt. Griff pedig Griffis Morris Thomas volt, akit pedig mindenki Griffnek hívott. Őket találta meg 1976. december 11-én szombaton 8 óra 45 perckor a 19 éves postás Rossiter. Ő vette észre, hogy még az előző napi csomagok is, levelek is ott vannak, nem vitték be, ez már gyanús volt. Akkor elment, megpróbálta kinyitni a hátsó ajtót, próbált utána nézni, mi van a testvérpárral próbált benyitni, de valami az útjában volt az ajtónak, és érzette egy kis füst szagot. Azt hitte, hogy begyújtottak, és az égés illatot érzi. Aztán később látta meg, hogy mi a az ideg valóság, hogy azért nem tud bemenni, mert ott egy holttest, és az a füst az nem a fának a szaga, hanem a holttestnek a szaga. Ugye Griff mondtam, hogy elvileg felgyújtotta saját magát. Aztán hívta ugye a nyomozókat a postás. Pet Molloy vezette a nyomozást. Ő nem is olyan régen került ide. Ő híres volt, ő egy sztár nyomozó volt. A helyi rendőrök nagyon felnéztek rá. Ebben a nyomozásban részt vett egy olyan rendőr, aki nemrég került csak a nyomozó mellé. Ő, ő csak egy ilyen Bobinak nevezik. Tehát egy ilyen kis helyi rendőr volt, és utána került picit föntebb, és dolgozhat itt ezen a nyomozáson is, és, és akkor megjön Pet Molloy, a sztár nyomozó, és ezért minden szavát elhitte, és mindent úgy tett, amit ez a férfi mondott. Nem is kételkedtek abban, hogy mit mond a férfi, vagy miért mondja, vagy miért jut arra a következtetése, amire. Ő nem látta. Ő nem tudta, hogy milyenek voltak ezek az emberek. Ő csak próbált minden ügyet megoldani, hiszen ez a férfi úgy került ide, és úgy is ment innen nyugdíjba, hogy minden ügyet megoldott. Csak kérdés, hogy mindig azokat kapták el, akik tényleg ezeket a gyilkosságokat elkövették? Nem biztos. És ezt maga az ő segítője, ez a fiatal rendőr is évekkel később bevaj, hogy akkor mindent elhitt neki. Most már talán kételkedik abban, hogy tényleg minden úgy történt ebben a nyomozásban, ahogy Pat Molloy vezette. Viszont a férfi akkor került ide. Ez volt az első nagy esete, úgyhogy a férfi Pet nem akart hibázni, nem akart egy lezáratlan ügyel kezdeni. Minél előbb meg akart ezt oldani. Hogyha már ő ide került, vehhezbe, ez az egységhez, akkor ő, ő mindenképpen megpróbál kitűnni, vagy jó munkát felmutatni, jó eredményeket. Nos, annyit el kell mondani, ugye még erről a testvérpárról, hogy lehet, hogy azt mondtam, hogy. Pette nővér volt, de ő volt a fiatalabb, 70 éves volt, Griff volt 73 éves. Griff reumás volt. Azt mondják, hogy ha a Bibliát ki tudtam nyitni, az már egy jó dolog volt, hogyha meg tudtam emelni a Bibliát, mert nem tudott nehéz tárgyakat megemelni. Ha meg is tudott emelni nehéz tárgyakat, az sem sokáig, mert ott is dolgoztak nála a mezőgazdasági munkán emberek. színabálat kellett pakolni, általában 10 volt az átlag, de Griff már három után elfáradt. Ezt lehet fogni arra is, hogy idős volt, lehet arra is, hogy reumás volt. Lényeg az, hogy nem bírt fizikai erőt kifejteni. Ami furcsa, hogy ennél a gyilkosságnál azt mondták végül is, Petmola arra a következtetésre jutott, hogy ez a farm, ez elszigetelten van. Tehát vagy kinézte valaki egyszer régen, de semmilyen behatolónak a nyomára nem bukkantak. Úgyhogy feltételezik, hogy akkor, akkor volt az, aki megölte Petet, aki ott ült egy széken, és amikor rátaláltak a voltestekre, akkor Pet előtt volt a TV, ami, ami még mindig ment, de már le volt esve, de még ment is, tehát valószínű tévézet, és egy veszekedés fajult el annyira, hogy akkor Griff elvileg egy varrógépet is hozzávágott Pettyhez, meg fejen vágta különböző tárgyakkal, hogy került a székre a nőnek a teste, és a lényeg az, hogy az nem lehet, hogy ez a varrogép, amit említenek, az fönt volt egy polcon. Hogy Griff levette volna a polcról a varrogépet, egy ilyen kis varrogépet, Hozzávágja a Petinek a fejéhez. Ezt kizártnak tartották. Ugye a nő nem ebbe hagy bele, hanem egy tompa eszköz okozta az ő fejsérülését, amibe belehajtani. a nő. A tompa eszközt nem nagyon találták meg. Pet Mulói arra gondolt, hogy egy tölgyfa szék lehetett, ami ott volt a nappaliban. De, is, de nem egyik a minőség, nem egy könnyű anyag. Ez igazi tölgyfa szék volt. A férfi meg 73 éves reumás. Örültek, hogy a Bibliát fel tudja emelni akkor pont a törgyfosszéket emeli föl és vágja a testvéréhez, miután már valami nagyobb tárgyat hozzávágott a, a testvéréhez, most meg fogja a törgyfosszéket és azzal üti le Pettit. Kevésbé hihető, de Pet ez volt a meggyőződés, hogy ez így történt. Amúgy még az is furcsa, hogy a varrogépen nem találták meg Petti vérét, de a pet borító fa fedél alatt ott volt Petti vére. Pet mondta, hogy a még arra is vesz időt, hogy lecserélje ezt a fa borítást, vagy letörölgesse. Hát alul ott, hogy úgyis ott volt a vére. De hát ezt ugyanúgy lehet mondani Griffre, hogy miért akarta volna letörölni a vért kívülről, ha egyszer utána saját magát is megöli én abban hinnék, hogy talán a betolakodó próbálta letörölni a vért, bár ezt sem tudom, hogy miért tette volna, valószínű lehet, hogy új lenyomat volt rajta, és le akarta törölni az új lenyomatot, nem a vért akarta letörölni. Azt sem nyert bizonyítást, hogy Griffen, Petti vére van-e, Griff arcát ellepte, a vér. Ott valószínűleg nem égett meg annyira a férfi, és ezt, ezt le, látni is lehetett. Vagy a DNS vizsgálat állapította meg, de mondom 1970-es évekről beszélünk. Tehát lényeg az, hogy ezt nem állapították meg, nem mentek annak utána, hogy Petti vére van a griffen, véres griff arca, biztos akkor szerezte, amikor leütötte Pettit. De ez nem bizonyított. Utána meg miért akarta volna saját magát körbevenni párnákkal, és azt felgyújtani, meg saját magát is. Ezt nagyon furcsálják az emberek és azt, hogy ez, ezt, nem tehette meg a férfi, mert nem volt rá elég ereje. A másik, hogy azt mondják, hogy Pet Molloy arra következtetésre jutott, hogy Griff a pénz miatt veszthetett össze a nővérével, vagy hát a hugával, mert Pet a pénzt, Griffnek valószínűleg pedig kellett a pénz, mert ő jobban szerette volna egy picit költeni, mint ahogy Peti megengedte. Azért ez, ez nem ilyen fekete és fehér, mert Griff akárhányszor ha akart menni kirándulni, akkor ment. Nagyon sokat kirándult a férfi, voltak ilyen szervezett utak, ilyen buszos kirándulások, akár Londonba, akár bármerre, Griff az mindig ott volt. Úgyhogy nem volt erről szó, hogy Peti kezárta van ennyire szigorúan a pénzt, hogy Griff nem ment sehova. Úgyhogy nem valószínű, hogy a pénz miatt alakult ki ez az egész. Akkor... Beszéltek arról is, hogy aki szervezte az utazást, jött beszedni mindenkitől a pénzt, akkor is griffadt oda egy konyhaszekrényből, akkor volt több száz font otthon a konyhaszekrényben. Ott sem griffnek nem kellett Petitől pénzt kérnie, hanem csak a férfi mondta, jó, odaadom, kivette a pénzt és odaadta. És utána mondta, hogy valószínűleg mindig ez a sok pénz, ez több helyen volt eldugva. A lakásban. Úgyhogy, ha azt mondja a rendőr, hogy nem volt behatolása nyom, meg nem veszett el pénzt, hiszen rengeteg pénzt találtak a testvérpár felfedezésekor, a házban 2500 fontot találtak az egyik helyen, majd pár fontot egy másik helyen. De azt mondja ez az ember is, aki így szervezte az utazásokat, és egyszer elment, ugye, hogy a pénzt, hogy ennél sokkal több pénzt lehetett otthon, hiszen jól ment a farm, és még kapták a nyugdíjat, és csak néha Griff elment erre a kirándulásokra. De amúgy mindent maguknak termeltek, farmerkodtak, tehát sokkal több pénznek kellett otthon lennie. Úgyhogy lehet, hogy a, a betörő elkezdte felkutatni a házat, talált is valamit. Aztán megjött a testvérpár, és megölte őket, és már nem kutatta tovább a házat. Ez is lehet. Ez Pet Molloy-nak nem igazán tűnt hihető verziónak. Az sem, hogy a férfi nem tudta volna leütni a testvérét, hát ez, ez neki, ez egy dolog. Szóltak pletykák arról is, hogy mintha láttak volna lábnyomokat a hóban, ami se nem Peti, nem Griffi. Ez is pletyka szinten maradt, ezzel a szállon sem ment tovább a, a rendőrség. Aztán az is volt szóbeszéd, hogy hol a kutya volt, egy Johannes kutya a testvérpárnak, és eltűnt, egyszerűen eltűnt, és erre nem adott választ a nyomozó. Talán annyit, hogy megszökött a kutya, mert lehet, hogy látott valamit, amit megért. A kutyás sztori azért nem lehet igaz, mert ez a kutya olyan volt, hogyha a farmra tévedtél, akkor nem volt olyan ember, aki ne hallotta volna meg, hogy egy idegen jön a farmra. Annyira ugatott az a kutya, annyira jelzett, hogy van ott valaki. Úgyhogy lehet, hogy a kutyának azért kellett meghalni, mert jött a betörő, a kutya ugatott, és ezért a kutyát el kellett hallgattatni. Ez is lehet. Visszatérve a pénzre, a helyiségben, ahol Peti holtetestét megtalálták, tehát a nappaliban, ott volt a, az iroda, az íróasztal. Az íróasztal Nak volt egy nyitható felele, az ki volt nyitva, ott volt Peti pénztárcája, de az üres volt. A ház másik részében találták meg azt a nagy összeget, az 2637 font volt. Petty táskáját a hálószoba padlóján hagyták. A táskában pedig 543 font készpénz volt. Ezért gondolta Pett, hogy ha kivülálló jött volna, akkor elvitte volna a pénzt, de erre mondták azt, hogy ez ahhoz képest semmi lehet, hogy 4 ezer font is volt, már volt a zsebében valami, amikor történhetett a testvérpárnak a az érkezése, és utána a gyilkosságok. Ha Pet és szemszögéből nézzük az esetet, én azt megértem, hogy azt mondta, hogy nem lehetett betörő, hiszen nem nagyon találtak behatolóra utaló nyomot, ráadásul egy csomó pénz, akkor azt csak elvitte volna a betörő, hogyha azért jön valaki, ugye, hogy pénzt vigyen át. Tehát mind a két oldalt megértem, azokat, akik azt mondják, hogy nem ő volt, nem a férfi ölte meg a testvérét, meg azt is, hogy Pet Molloy miért gondolta, hogy mégiscsak így volt. Viszont még mindig vannak olyan részletek, ami azt támasztja alá, hogy nem a testvérpár veszett össze. Találtak ugyanis egy kis tányért, olyan, mintha egy vendéget fogadtak volna. Volt két bögre kirakva, meg egy kis tányér. Amikor megérkezik egy vendég, és kínálod őt. Ki volt hogy a két bögre te, a, a, a tányéron pedig kenyér, vaj, meg ropogtatni valók. Ez is lehet, hogy azt hiszik, hogy persze, hát a testvérpár teázott és ettek egy tányéról, vagy ropogtatni valók, meg kenyeret, de az új lenyomatok pedig azt igazolják, hogy Petty ezt csak kirakta valakinek, mert alulról úgy voltak az új lenyomatok, hogy felül nem volt csak alul, mint amikor vissza valakinek, felszolgálsz valakinek egy tányér ételt. Azért Folyt a nyomozás, de ez is ö, picit azért ellentmondásos, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok embert kikérdeztek, hogy járt-e akkor arra valaki, látott -e valaki valamit a fan körül, vagy tud-e valaki valamit ki, mikor találkozott utoljára a testvérpárral. Ebben is vannak ellentmondások, mert mert azt mondták, hogy nagyon sok embert kikérdeztek rá, a helyek, azt mondják, hogy hát engem sem kérdeztek meg, meg engem sem kérdeztek meg, a rendőrség olyan 2500 embert mondott, hogy kikérdezett. De 500 ember körül lehetett, akit a rendőrség talán kikérdezett, mert ők tudtak a is szolgálni. Tehát elvileg, akik a mai napig ott élnek, azok azt mondják, hogy nagyon sokan nem voltak kikérdezve a rendőrség által. Nem ment hozzájuk a rendőrség, nem hívta be a rendőrség őket, hogy, hogy akkor valljanak, vagy mondják el, hogy láttak-e valamit. Úgyhogy ők azt mondják, hogy a rendőrség azért túl hogy mit történt a munkával. Volt, aki azt mondja, hogy ugye ott a falu környékén helyeztek ki egy ilyen irodát, ahol hívták be az embereket kikérdezni. Nagyon sokszor a rendőrök unatkoztak, és ott nem tudták már, hogy elütni a szabadidejüket. Volt, hogy a helyektől kértek a rendőrök, ha nem is üveggolyókat, ilyen acélgolyókat, amivel játszottak. Tényleg nem úgy folyt a munka, ahogy azt később előadták a rendőrök, de így is történtek kihallgatások, csak a helyek, akik még ott maradtak, azok azt mondják, hogy azért ez nem így történt. Tehát a rendőri munkáról, annak hatékonyságáról is megosztanak a vélemények. Griffet és Petit alig egy hónappal a meggyilkolások után már el is temették. 77. január 3-án temették el őket együtt. A belügyminisztérium patológusa Owen Williams január 24-én arra következtetésre jutott, hogy Peti halálát súlyos felsérülés okozta, egy nehéz tompattárgy ütés sorozata okozta, Griffnek pedig megsérült a feje, de a patológus úgy ítélte meg, hogy az égési sérülésekbe hagy bele Griff. Másnap, január 25-én, a patológus jelentése után már Pet Molloy le is zárta az ügyet, és akkor mondta azt, hogy Griff ölte meg a hogát, aztán magát. Griff halálának vizsgálata, február 17-i vizsgálata során a halott ki egy ilyen cég, végül is Griffet találta felelősnek Peti haláláért, Peti emberöléséért, és egy ítéletet hoztak a nő haláláról. A helyi és az országos sajtónak is azt mondták, hogy ez egy gyilkosság, öngyilkosság volt. Ez a farm felosztódott úgymond a későbbiekben. Egyes melléképületekből vendégházakat alakítottak ki. A közeli farmok is mind megváltoztak. Vidéken jellemző, én is sokszor belefutok, olyan gazdaságokba, akik ö, saját üzemet ö, tartanak fenn, vagy szolgálnak ki ö, arra járó embereket is, akár turistákat, vagy helyieket, de emellett van gazdasági része is. Volt, hogy én is vettem öreg farmerektől tojást, lehet venni tejet, bármit. Hát az nagyon furcsa volt, tényleg, tényleg bementél, és nagyon kedvesek voltak, de nagyon azt a tanyasi életet élték, de ez, ez nagyon pozitív értelemben mondom. A nagyon egyszerűség, de a nagyon nagy kedvesség volt a kettő együtt, és ez lehetett itt a testvérpárnál is, akiről beszélek. Vannak ilyenek is, meg vannak olyan tejgazdaságok, hogy, hogy van egy tejgazdaság, és mellette üzemeltetnek például olyat, hogy bemész az utcáról, és akkor vehetsz kézzel készült tejtermékeket, vagy lajtot, sajtot, jogkurtot, vagy bármit. És lényeg az, hogy ezen a környéken is már ilyeneket árulnak, nagyon sok farmon. Ez azért lényeges, azért próbáltam is felvázolni, hogy mennyire változik a világ, hogy ugye ez a testvérpár egy elszigetett kis farmon élt, élt a kis mindennapjait. Most már a farmja már vendégházakból áll, és már több kézen átment ez a farm, de még mindig vannak olyanok, akik ott élnek, és ismerték ezt a testvérpárt, és nem tartják igazságosnak, hogy Griff azt a az ítéletet kapta, hogy ő megölte a testvérét, mert ők ismerték ezt a testvérpárt, és nem nézik ki Griffből, hogy ez történt volna. És ők akarják az igazságot. Na de kiindított el majd 50 évvel később ezt a folyamatot, hogy újra felvegyék az ügyet. Heffin Win kezdte el újra megbolygatni. Ő először egy megemlékezést akart tartani a testvérpárt meggyilkolásának egy évfordulója volt, és ő egy virasztást szervezett. És ezután kezdődött az egésznek a, az ügynek a megbolygatása. A férfi is a 70 es éveiben járt már, mikor a virasztás is kezdte szervezni. Ő nem ismerte a testvérpárt, de ő amúgy verszi születésű, de a griffék halálának idején ő Cardiffban dolgozott. De amikor nyugdíjba ment, akkor visszatért erre a környékre, Veszbe, és ráadásul ezen a környéken telepedett le. Elkezdett foglalkozni az ügyjel, nagyon-nagyon belásta magát. Ő nem akart a nyugdíjba vonulása után, mint újságíró, egyszerűen csak semmit nem csinálni, meg farmerkodni, hanem akkor maradt annál, ami a hivatása volt. Helytörténeti könyveket is írt, és meg akarta tudni, hogy ami megy pletyka. Az pletyka, vagy igazság? Mondtam, hogy elvileg láttak lábnyomokat a hóban, a jelentésekben nincs szó lábnyomokról. Meg akarta tudni, mi történt a kutyával. Utána akart járni ennek az egész ügynek. Ő úgy gondolta, hogy Griff átatlan. És itt nem arról szólt az egész, hogy most John tette, ez a sorozatgyilkos, hanem arról szólt, hogy Griff tette, hogy Griff ártatlan vagy sem. Mert hit uh, Griffnek az ártatlanságában is ezt akarta bizonyítani, nem azt, hogy, hogy John tette. Lehet, hogy más tette, de hogy nem Griff. Aztán keresték meg a fiatalabb nyomozót, akit mondtam, hogy, hogy annak idején fiatal nyomozóként került Pat mellés mellé, és, felnézetre is minden szabad elhitte, de már most talán nem úgy gondolja, hogy úgy történhetett minden, ahogy kellett volna. A Pat Maloim úgy már meghalt, úgyhogy őt nem tudták az ügyben megkérdezni. És ugye az is fontos, hogy John Cooper sörzatgyilkost 2011-ben ítélték el a gyilkosságokért, tehát addig nem is kerülhetett szóba ez a férfi. Tehát nem lehetett gyanúsított, és, ezért nem is nagyon köthették össze a két ügyet. Lehet, hogyha ha a férfit már előbb elkapják, akkor előbb összekötik az ügyel, és akkor talán fény derül az igazságra, talán akkor Pat is meg lehet még kérdezni, de így már nem. Ő már John Cooper letartóztatása, akkor ő már nem élt. És miatt azt hiszítek, hogy én a nyomozónak a munkáját akarom leírni, és lekicsinleni, azért azt hozzá kell tenni, hogy a férfi annyira sikeres volt a kábítószer csempészek és a gyilkosok elfogásában, hogy még született is egy ilyen mondás, hogy a molly szerencse, hogy hogy ő tényleg mindig mindenkit elkapott. Lehet, hogy mindenkit ismert, hogy voltak besugói, vagy voltak megérzései, mert ez a 70-es években történt, és annak idején, meg 80-as években, leginkább a, a, nyomozóknak az ösztöneire kellett, hogy hallgassanak a saját ösztöneikre, a megérzéseikre, és nem nagyon volt annyira fejlett ugye a tudomány, hogy különféle DNS tesztekkel dolgozzanak, vagy számítógép futtasson le különböző programokat. Nem, ott a nyomozó ment, amit látott, amit hallott, begyűjtött információkat, és saját maga feldolgozta. Ő az agya volt a kompjúter, amit ma már a kompjúter azt a nyomozót csinálta, és volt egy megérzés, és az alapján indult el. Ez nagyon sokszor bejött, csak nem biztos, hogy ha, ha lett volna hogy a technika, akkor lehet, hogy más lett volna az eredmény. Nagyon sok eset lett megoldva, mert a nyomozók nagyon jó megérzésekkel nyomoztak és, és derítettek fel ügyeket. Viszont nagyon sok megérzésen alapuló nyomozás, ahogy le lett zárva, ugye ahogy fejlődött a technika, most ezeket az ügyeket újra nyitották, és nagyon sok embert felmentettek, mert kiderült, hogy a nyomozónak a megérzése téves volt, és nem azt ültették le, akit kellett volna. 1988-ban például Cardiff-ban, három férfit jogtalanul ítéltek el egy nő meggyilkolása miatt, és két évig volt a börtönben, mire kiderült, hogy nem ültették. Számos ilyen ügy van, nem kezdem el ezeket sorolgatni, de 90-es években akkor kezdték el visszafele bontogatni azokat az ügyeket, ami nem volt azért teljesen egyértelmű. Nagyon sok ember lehet még így a börtönben, meg lehetett így a börtönben. Ez nekem akkor különösen furcsa, amikor, amikor ugye mostanában ítéltek el embereket, és, és ott vannak a börtönben, állítják, hogy áltatlanok, hogy a múltkori videómra utalok, és mégsem nyitják újra az ügyet, hogy akkor megállapítsák, hogy most akkor ő volt, vagy nem ő volt. Egy ember életről beszélünk, aki ott van a börtönben. A férfi amúgy könyvet is írt, és 1983-ban megy nyugdíjba, és 2003-ban halt meg az ő munkája nagyon is sikeres volt, az ő karrierje, azért nagyon kiemelkedő, ez nagyon kettős. Tehát egy ilyen embernek persze, hogy elhisznek mindent, és lehet, hogy így is történt, bár nagyon-nagyon kétséges az, az egész ügy. Mint nem mondtam, lehet, hogy ez volt az első nagy hord erejű ügye, és ezt gyorsan le az zárni. Kérték az ügy újranyitását azonban ez a rendőrség egység, ez a szervezet megtagadta az ügy újranyítását, azonban 2022-ben újra az ügyet, valószínű azért, mert új rendőrfőnök lett, és, és ő Belszi születésű volt, és ő lehet, hogy máshogy látta az eseményeket, és ő, ő is azért kíváncsi volt, hogy tényleg mi történhetett. Még egyszer nem Pet a munkájában kételkedhetett, hanem az egész talán egy szerencsétlenül lefolytatott nyomozás volt. Heffinnel együtt dolgozik egy jogvédő is, Hayley Wood. Ő ingyen dolgozik, több ezer oldalas beadványokat adott a rendőrségre, hogy újra nyissák az ügyet, hogy miket találtak már, hogy mi nem volt jól lefolytat vannak innen a nyomozásban, úgyhogy ezt az ügyet tényleg újra nyitották. A rendőrség azt mondta, hogy ha bármiben előrébb tudnak lépni, vagy jutnak, akkor azt a nyilvánossággal is majd közlik. bárhogy kerestem a testvérpár ügyét, nem találtam még extra információt, hogy hogy halad a rendőrség a nyomozásban. De, de ha úgy halad, mint a, amit már említettem, ugye, hogy John Cooperhez kötnek még gyilkosságokat, azt a házaspárt, akiket ugye fejbe lőttek, és az istálóban e, dugták el, ugye egy szőnyeget terítettek rájuk is. Nagyon hasonlít John Cooper gyilkossági módszeréhez, mégsem tudják hozzákötni, akkor valószínűleg ezt már így majd 50 év elteltével évvel sem fogják hozzákötni nekem ez az érzésem, de mint már mondtam, nem az a első leges hogy, hogy, John Cooper-t ítéljek el ebben az ügyben, hanem hogy Griffet mostassák ki ebből, hogy adjanak neki egy végső tisztességet, hogy kimostassák az ő nevét. Ez ennyi volt ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Egy like támogathatjátok a munkámat. Kommentben írjátok meg, hogy szerintetek ki volt a tettes Griff, vagy esetleg John Cooper, vagy valaki más. Remélem a következő videóban találkozunk. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!